azt a testet, a reszkető lapockát, a csupa bőr és csupa csont kezet. Ezek a felvételek tavaly áprilisban készültek a harmadik versünnep döntőjén. 2012-ben Kráer Edina nyerte a tehetségkutatót. Az elmúlt években mindig sokan jelentkeztek a belvárosi első István középiskolából, a tavalyi győztes is ebbe az iskolába járt. A fiatalok felkészítő tanára azt mondja, ebben a korban még könnyű megszerettetni a gyerekekkel az irodalmat. Azt gondolom, hogy nekik is nagy élmény a város egyik jelentős versenyén indulni, ahol azért nem csak tanároknak mutathatják meg magukat, hanem tulajdonképpen az egész város lakosságának. És úgy érzem, hogy a jó élmények aztán évről évre eljutnak egymás fülébe, és így szívesen elindulnak az alsóbb évfolyamosok is ezen a versenyen. Ahogy a korábbi években, úgy idén is azok a 9-13. Osztályos fiatalok vehetnek részt a versenyben, akik Székesfehérvári Középfokú Oktatási Intézményben, vagy a Székesfehérvári Egyházmegye valamely Középfokú Oktatási Intézményében tanulnak. A megmérettetésen azok is indulhatnak, akik más település középfokú oktatási intézményben 9-13. Évfolyamos tanulói, de Székesfehérvári állandó lakóhelyen rendelkeznek. A negyedik versünnep azonban új elemekkel is bővült. Színház is szakmai partnerként bekapcsolódott, és egy sokkal erőteljesebb felkészítési folyamat elé állnak majd azok a fiatalok, akik részt tudnak venni a versenyen, és be is jutnak majd a döntőbe. Ők olyan szakmai segítséget fognak majd kapni a színház művészeitől, amely által egy kicsit magabiztosabban tudnak majd a színpadra állni, és nem csak a vers tanulására tudnak koncentrálni ez idő alatt, de arra is, hogy amit, ahogyan megjelennek, az igazán méltó legyen az előadott műhöz. Székesfehérvár Szent István emlékévet ünnepel ebben az esztendőben, természetesen a versünnep is kapcsolódik az emlékév programjaihoz. Nem véletlen az, hogy 2013-ban is lesz versünnep, és az sem véletlen, nyugodtan mondhatjuk, hogy ez egy nagyon fontos, és a 2013-as ünnepi emlékébe, Szent István emlékébe jó illeszkedő program és rendezvény. Hála az összefogó partnereknek, az egyházmegyének, a színháznak, a médiacentrumnak, és talán az önkormányzatnak is van ebben egyfajta szerepe. Az előadott művek is az emlékévhez méltók lesznek, ezért újdonság ebben az esztendőben az is, hogy a döntőben a Vörös Marti Színház művészei által összeállított versek közül választhatnak majd a fiatalok.